Egyre többen lépnek be a KDNP szexuális szervezetébe. Erről beszélte a kisebbik kormánypárt helyi elnöke egy sajtónyilvános eseményen, amin bejelentették, hogy várják azokat a jobboldali lokálpatrióta érzelmű polgárokat, akik tenni akarnak a Tolnai megye székhelyért. Azért most, mert egyrészt ugye 2 évig nagyjából be volt zárva az egész ország, másrészt meg 2019-ben volt egy választás, ahol ugye csúfos vereséget szenvedett a Fidesz-KDNP vezette város, vagy városvezetés, és azóta pedig olyan folyamatokat látunk ebben a városban, amik nagyon sokunknak nem tetszenek, és mi eddig tettük a dolgunkat, tehát jó szövetségesként végeztük a munkánkat, segítettük a kormányzását ennek a városnak, a működését. Most viszont tagokat kezdtek toborozni, hogy megmutassák, sokan vannak, akik tenni akarnak Szexárdért. Úgy gondoljuk, hogy most ideje lépnünk, és azokat az embereket hívjuk meg magunk közé, akik hasonlóan gondolkodnak. Elsősorban lokálpatrióta embereket várunk, olyanokat, akik tenni akarnak ezért a városért. Mindenképpen nagyon fontosnak gondoljuk, hogy azok az emberek, akik jobboldali, nemzeti érdeke, véleményen vannak, illetve úgy gondolkodnak, mint mi, azok lépjenek be közénk és segítsenek nekünk. A leendő tagok a KDNP szexárdi Arany János utcai irodájában kérhetik a felvételüket. Jó esély van arra, hogy ha képesek vagyunk erőinket egyesíteni, akkor ebben a városban végre érhetünk el olyan változásokat, ami ez a városhoz méltó. Szexárd sokkal többre hivatott, mint amilyen hétköznapokat, illetve napokat él jelenleg. A KDNP szexárdi szervezetéből ellenben az előző ciklussal jelenleg egyetlen tag sem képviselő a közgyűlésben. Azt mondják, a céljuk, hogy a következő 2024-es választás után ez másként legyen. Olyan tagja viszont már most is van a kisebbik kormánypártnak, aki aktívan részt vesz a városházi munkában. Azt látjuk, hogy szexuális dolgok nem jó felé mennek. Én egy éve vagyok a gazdasági bizottságnak a külső tagja, és próbálom a gazdasági bizottságban végzett munkámba is ezt az értékrendet valamilyen módon közvetíteni. Éppen ma volt egy utolsó, egyik lehetőség, hogy egy bizonyos értéket próbáljunk közvetíteni. És hát ugye van más apropója is, a mi családunkban azért édesapám sokáig ennek a szervezetnek volt az elnöke, és éppen 50 évesen került úgymond először a városi önkormányzatba képviselőként, tehát van egy családi indítatás. Pusta Zoltán szerint nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a keresztény értékek Európában és a világban egyre inkább háttérbe szorul, ezt pedig szerinte nem szabad hagyni. Van egy ilyen szép mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Azt látjuk, hogy a kereszténység most talán a legüldözöttebb vallás a világon. Látjuk, hogy Európában vesztésre áll a keresztény gondolat, és úgy gondolom, hogy helyben tudunk azért tenni, hogy ezek a folyamatok esetleg megváltozzanak, vagy minőségi változáson tudjanak keresztül menni. Úgyhogy ezért jöttem ide, és próbálom itt a hasonló gondolkodású emberekkel ezt az irányt valamilyen módon képviselni. A KDNP szexuális szervezetének tagjai most 2 havonta tartanak taggyűlést, a soraikba pedig várják a városért tenni akarókat.